Több mint 1600 menekült érkezett két nap alatt a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. Erre több mint egy évtizede nem volt példa. A menekültek csónakokon érkeztek Észak-Afrikából, egy részüket a nyílt tengerről mentették ki. Egy ember vízbe fulladt, holttestét El Hierro szigeténél fedezték fel. Gran Canarián már rég állnia kéne a menekültek fogadására alkalmas létesítményeknek. Az életben rendszeresek a válságok. Most a gazdasági válság mellett menekült válság is van, amire Európának és Spanyolországnak választ kell adnia, mondta magánváros polgármestere. Az Atlanti-óceáni szigetcsoport mintegy 100 kilométerre található Marokkótól, a nyugat-szaharai partoktól. A Kanári-szigetek ezért gyakori célpontja az Észak-Afrika felől érkező menekülteknek. 2020-ban 11 ezeren érték el a szigetcsoportot, legalább 600 ember pedig vízbe fulladt a sziget felé vezető útján.